100 darab kréta van, úgyhogy tessék kapaszkodni, mert ma sok mindenről szó fog kerülni. Először egy gyors állapot felmérés, hogy hogy áll az ország. Mindenki érzi a saját bőrén, de azért elmondok egy-két tényt. Az első tény az az, hogy gyakorlatilag ugye az állami vagyon az kiprivatizálódott, és az államadósságunk a rendszerváltás óta az négyszeresére emelkedett. 1100 milliárd forintot költünk csak a kamatoknak a fizetésére. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a kamatokat nem kéne fizetni, akkor egy olyan durván 1000 kilométer autópályát építhetnénk évente. A természeti állapotunk is egyre romlik, tehát árvízvédelem, illetve belvízvédelem címszóval körülbelül 3 balatonnyi vizet hagynak kifutni az országból, tehát ennyi a vízmérlegünknek a negatívuma. Ez azt jelenti, hogy ennyivel sivatagosodik a Kárpát-medence évente. 57 féle adó nem van, és most jelen pillanatban hivatalosan 57 féle adó nem van, így emlékeztetőül ugye volt a 9-ed meg a 10-ed a középkorban, ez mind a kettő 10% volt, ez összesen 20%. Ez csak úgy mondom, hogy ma az áfa ennyi. Tehát látszik, hogy valami nagyon meg van billenve, nagyon meg van zavarodva, ehhez hozzáveszi az ember az egészségi állapotát a lakosságának, ezt a reménytelenséget, ezt a teljes kiszolgáltatottságot, és körülbelül akkor leírtam az életünket. És hogy mégis mi a kiút, az öregeink, hogyha ekkora szószba voltak, akkor mondták, hogy bízzunk valamit a jó Istenre is. Tehát én ezt szeretném megmutatni, hogy igenis létezik egy isteni terv, és abban a Kárpát-medencének nagyon fontos szerepe van. Na most, amíg ez a terv létezik, meg amíg Isten létezik, addig nincs egyszerűen félnivalónk. Erre szeretnék egy-két bizonyítékot hozni, mindenféle szakterületről, és arra szeretnék kérni mindenkit, hogy csak gondolkodjon el ezen, amit mondok, hirdesse, mert nem, hogy joga mindenkinek ezt tudni, hanem kötelessége, hogy mi van itt a Kárpát-medencén belül, természeti kincsben, emberi értékben, illetve nem árt, hogyha tudunk arról a tervről, aminek részesei vagyunk. Tehát ennyi lenne a mai előadás, és akkor először az emberi értékekről, jó? Na most az emberi értékekbe kezdjük egy-két olyan dologgal, az a baj, hogy itt élünk, és stabilan itt élünk, egyébként ez másokat is zavar. Nekünk azért zavaró, mert nem látunk ki a Kárpát-medencéből. Tehát aki hosszabb ideje élt külföldön, az tudja, hogy miről beszélek, hogy természetesnek veszünk olyan dolgokat, hogy mi például minden nap fürdünk. Vagy természetesnek veszünk olyan dolgokat, hogy gondolkodunk. És persze más népek is tesznek dolgokat, de például azon én akkor döbbentem meg életem első ilyen hosszabb külföldi tartózkodásba, Triestbe volt, és ott kértem egy laborasztalt magamnak. És reggel mentem be, és láttam, hogy ott több ember szedi szét az ablak táblákat ilyen kulcsokkal, és bontják ki az ablakot. És kérdem, hogy hát miért? Mondták, hogy nem fér be az asztalt. Mondtam, hogy ez nem létezik, hát direkt lemértem, hogy beférje. És akkor odahozott a 4 munkás, és mutatta, hogy nem fér be. És akkor mondtam, hogy uraim, megpróbálták, hogy megbillentik be az egyik két lábát, utána be a másik két lábát. És először azt hittem, hogy szivatnak engem.
De nem szivatnak, és ezt nem bántásképpen mondom el, hanem máshogy jár az agyuk. Teljesen más gondolkodásmódjuk van. Tehát majd meg fogjuk látni, hogy a Kárpát-medencének az egyik legfontosabb szerepe az pont a forrás. Az, hogy forrásként működik. Na most más a forrás feladata, és utána más az elosztó meg a rendező rendszernek a feladata. Nekünk az a feladatunk, hogy forrásként működjünk és viselkedjünk, és mindent létrehozzunk. Nekik meg az a feladatuk, hogy mindent, amit létrehoztunk, a speciálisan fejlesszék tovább. Ez a két feladat nagyon eltérő, de még egyszer mondom, megint a szalagcímre utalnék, az EU zászlóra. A zászlók, a szimbólumok nagyon fontosak, a nevek is nagyon fontosak. Ezek mindig kifejeznek sorsokat, feladatokat. Az EU zászló, az ugye kék, ez eleve a Mária palástjának a színe, de ugye ezen belül még ott van 12 csillag, amiről elmondja az a grafikus, aki ezt tervezte, hogy ez Szűz Máriának ugye az attribútuma, a feje körüli csillagok. Csak egyetlen egy baj van, hogy nincs ott Szűz Mária. És ennek a zászlónak a közepe az egyszerűen üres. Na most az a baj, hogy gyakorlatban is ez van, a valóságban is ez van. Itt van Európa, itt van egy óriási lehetőség, és Európa közepe mit csinál? Alszik. Üres, alszik. Nézik a győzikesót, meg vekengenek azon, hogy lehet egymást még jobban átverni, meg ilyen droid gyárokba raknak össze töszöket. És ez a nép ez nem erre terveződött. Ez nem szerepel sehol semmilyen tervbe. Ez egy hibás működés. Természetben, ami hibásan működik, azzal mi történik? Lebomlik. Tehát ezek, amiket most ilyen tapasztalásként megélünk, ez egyszerűen az, hogy a természet próbál minket figyelmeztetni, mint ahogy egy hibásan működő állatot vagy növényt is figyelmeztet, hogy hát Jenőkém, nem ez volna a dolgod. Úgyhogy ezért éljük meg ilyen keservesen, de ez is ugyanolyan, mint egy betegség. Ezt is rosszul fogjuk föl, mert a betegséget ma úgy fogjuk föl, mint egy Isten csapását, vagy egy sorscsapást, holott a legjobb barátunk, mert idejébe figyelmeztet dolgokra, még mielőtt nem véglegesednek el dolgok. Na most ez a helyzet a sorsunkkal is. Tehát kaptunk már azért jó pár figyelmeztetést, mert azért volt már egy-két ilyen járás, olyan járás, tatár, török, más ellenség, de Trianon után nagyon észhez kellett volna térni. És akkor se tértünk észhez. Na most, hogy körülbelül megnézzük azt, hogy milyen emberi értékek vannak, egyetlen egy példát, vagy egy pár példát mutatnék inkább, jó? Az első példát azt a gyógyításból veszem. Ma ugye úgy működik Európának a gyógyítása, hogy hatalmas tudáshegyek vannak lezsírozva mindenféle lexikonokba. Jön az orvos, 6 év múlva már hozzányúlhat majdnem a pácienshez, ugye? Mert még akkor még egy szakorvos itt letesz, meg még, tehát egy olyan 10 év múlva már gyógyíthat, ugye? És hogy működik a gyógyítás? Mondjuk vegyünk egy szelíd gyógyítást, tehát nem az, hogy fűrészelnek, meg vagdosnak, meg egyebek, hanem mondjuk gyógynövényekkel gyógyítsunk. Gyógynövény, Mária Trébenkönyv, ugye ősrégi tudás, szerzetesek megmentették, stb. És előveszi egy 3 deka varjuháj, 4 deka ebbfül, összekevered, meggyógyulsz, majd ettől. Szóval körülbelül ilyen a gyógyítás, vannak receptúrák, gramra minden ki van számítva, kiszámítható, megőrzött tudás. Hogy működik a magyar néphagyományban mondjuk egy gyógytea? És ha ezt megértjük, akkor megértjük a különbséget a két gondolkodásmód között. Tehát a magyar gyógyhagyományban nincs kifejezetten gyógytea, ez az érdekes, ez egy viszonylag új dolog. Ellenben úgy nézett ki a gyógytea, hogy mit vittünk a betegeknek régen, még a banánkorszak előtt. Nem, mit vittünk egy betegnek, vagy egy várandós hölgynek? Nem. Ott már valaki mondja a jó választ, húslevest. Bizony, húslevest. Miért? Azért, mert az összes régi magyar fűszernövény az egyben a legerősebb gyógynövényünk volt. Egytől egyig. A zeller, a petrezselyem, a hagyma, a mit tudom én is, tehát mit kapott az a hölgyemény? Gyakorlatilag egy gyógyteát, egy gyógytea keveréket, de úgy megalkotva, hogy a legjobban passzoljon. Tehát nem ilyen, hogy 50 évvel vagy 500 évvel ezelőtt leírták, hogy 3 gram,
hanem mindig, ahogy változik a világ, hozzáigazítom a levest. Változnak az ízek, mert változik a világ, és változik az élet. És aki az élet közelében van, annak az a dolga, hogy ezt a változást ezt kövesse. És így működött a magyar gyógyító hagyomány. Ezt azért mondom, mert körülbelül ez a két mentalitás közt a különbség. Tehát valaha létrejött egy gyógyító hagyomány, 500 éve, 1000 éve, tök mindegy, ők megőrizték. Semmit nem fejlesztettek róla, semmit nem változtattak rajta, de megőrizték. Nálunk ez teljesen máshogy működik, nálunk úgy működik, hogy egy hagyományrendszer része is. Amíg az ember nem esik ki ebből a hagyományból, addig tökéletesen működteti a világot. És hogy mit jelent az, hogy kiesni? Még egy példát hozok a népi gyógyítás köréből, mert ezek egyszerű példák, meg azonnal ellenőrizhető példák. Gyűjtöttünk gyógyításokat Erdélybe, és beszéltünk egy öreg füves bácsival, és mondta a füves bácsi, tehát ez egy ilyen vándorgyógyító, tehát járta az erdélyi falvakat, és akkor gyógyította az embereket, és mondta, hogy milyen érdekes, hogy amikor egy betegség elterjed nagyon egy faluba, akkor a falu határában megjelennek a gyógynövények, amik azt a betegséget gyógyítják. És én lehidaltam. Miért hidaltam le? Azért, mert gondoljuk végig ezt a teljes mechanizmust. Ez azt jelenti, hogy jön a tehenke, lelegeli a gyógyfüvet, megjelenik az az anyag a tejébe, a bátyuska vagy nénike megissza, és kész a gyógyítás. Nincs túl bonyolítva. Tehát ez azért döbbentem meg, mert ez teljesen megfelel egy állat immunrendszerének, vagy az ember immunrendszerének. Tehát megfelel annak, hogy megtámad valami, és nekem nem kell azzal molyolni, hogy mi támad meg. Egyáltalán ez a megtámadás, ez csak annyi, hogy egy egyensúlyból kibillenek, az egészségből valamiért kiesek. Nem kell azzal molyolni, mert vannak erre automatizmusok, csak hagyni kell a föld nevű élőlényt, hogy hasonl rám. De mit csinálok? Hát mondjuk megveszem jobb esetben Szlovákiából a tejet, rosszabbik esetben mondjuk megveszem a belgáktól, vagy a hollandoktól, vagy Új-Zélandból, vagy a franc tudja már, hogy honnan hoznak és miket hoznak. És az nem az én információs anyagom, és nem nekem szól. Tehát körülbelül ilyen gondok vannak, és így lehet kiesni ebből. Na most próbáljunk még meg a magyar emberről, és azt kérem, hogy együtt gondolkozzunk már, mert ez a padba ülős valami, ez se egy magyar találmány, ilyen szépen raszterbe beülnek az emberek, ott bólogatnak, vagy ingatják a fejüket. Szóval ne így, próbáljunk meg, emberek vagyunk, egyenrangúak vagyunk, Isten teremtményei vagyunk, nem, próbáljunk meg együtt gondolkozni, jó? Azt próbáljuk még megfogalmazni, hogy miben különleges még a magyar ember. Elég hamar meg fogjuk egyébként találni. Na, mi az, ami rögtön mindenkinek eszébe jut róla? Beszéd? Észjárás, hát azért ezt gondolom mindenki tudja, hogy a gyufától a hidrogénbombáig mindent a magyarok találtak föl. Tehát azért ez egy nagyon érdekes sztori volt, megcsinálták ezt a kiállítást. Nem tudom, emlékszünk-e rá ez a világra szóló magyarok, vagy nem tudom már mi volt a neve. Mindegy, az a lényeg, hogy a rendszerváltásnak az első kelléke volt, hogy eltüntessék a kiállítást. De egy héten belül, még mielőtt bármit privatizáltak volna, eltűnt a kiállítás. Szóval engem ez döbbentett meg, hogy miért ennyire fontos ez. És ha elgondolkodunk rajta, hogy miért ennyire fontos? Mert abban a pillanatban az ember felemeli a fejét, és kihúzza magát. Na most egy felemelt fejű, kihúzott gerincű ember, az nem alkalmas droidnak. Tehát ahelyett újat kell gyártani. És sajnos ilyen dolgokon múlik az életünk. Na most ott azon a kiállításon az valami döbbeltes volt. Tehát egyszerűen komoly találmány a világban nem született úgy, hogy egy magyar ne tette volna oda a tudását hozzá, vagy ne ő találta volna ki, és azért ezen érdemes elgondolkodni. A nyelv, az is egy nagyon jó példa, azon is érdemes elgondolkodni. Jó, akkor most belefunk a nyelvbe, azt a végén akartam, de hát ugye Gábornak is ez volt, Pap Gábornak az előadása is erről szólt, és én csak a fizikus szemével szeretnék egy-két tényt tudomásul hozni. Az egyik az, hogy mielőtt kialakult ez a természettudományos világkép, ez egyébként nagyon fiatal, ez 300 éves. Ez 300 éves, és azért előtte is tudtak ezt azt a világról, csak az egy teljesen más rendszerbe fogalmazódott meg. Az a rendszer az úgy nézett ki, hogy volt 12 állapot, ez egy kör akar lenni, majd Pali majd valahogy torzítsd úgy, jó?
12 állapot, és ez a 12 állapot váltakozik a világba. Ez az állatöv, amiről Pap Gábor is állandóan beszél, és ugye ez a tudás őrződött meg a mai napig az óramutató számlapjába. Na most a fizika mit tud ma a világról? Ugyanezt. Azt tudja, hogy van 6 darab lepton, ezek a könnyű részecskék, ezek építik fel az anyagot, és van 6 darab kvark, ezek a nehéz részecskék, amit felépítik az anyagot. Tehát az anyagot összesen 12 építőkocka építi föl, és még annyit tud a fizika, hogy mindegyiknek van egy párja. Az antianyag párja, ebből is 12 van, tehát ez összesen 24 darab. Ezek az állapotok, és még annyit tud a fizika, hogy van 7 darab erő, inkább azt mondom, hogy habarcs, jó? Tehát 7 darab habarcs, ami össze tudja fogni ezt a sok vackot, és ezeknek is megvan a maga ellen párja. Ez 14 darab. Na most, ha egy világot szeretnék modellezni, ami 24 állapotból áll, illetve 14 folyamatból, akkor el kell kezdeni keresgetni a modelleket. És azt mondja az ember, hogy jó, hát ma mit használunk modellnek? Matematika. A matematika az egy nagyon rossz modell. Tehát most, ha ezt ennek a körnek meg akarom mondjuk a bármilyet meg akarom fogni, mondjuk a kerületét, vagy akármit, mit csinálok? Elkezdek belehúzni szakaszokat. Mert nem tudok mit csinálni a görbékkel. Ugye, belehúzok szakaszokat, és akkor még kisebb szakaszok, még rövidebb szakaszokat, még rövidebbeket, és akkor, amikor megunom, akkor azt mondom, hogy na, akkor ez ennyi. De nem annyi. Nem annyi. És akkor elkeresztelem mindenféle förmedvénynek, hogy irracionális, meg mindenféle rossz tulajdonságokat mondok, mert egy nagyon hülye szám jön ki, ugye majd egy ilyen pi nevezetű szám. Tehát látszik, hogy ez egyszerűen egy nagyon-nagyon rossz modell. De hát eleve, ha a matematika lenne a legjobb modell, akkor a gyerek megszületik a világba, és mit csinál? Azonnal neki állna köbgyököt vonni, ugye? Csak a gyerek nem ezt csinálja, mert a gyerek az még Isten tenyerénél, és tudja, hogy ennél van egy lényegesen egyszerűbb modell, amit úgy hívunk, hogy nyelv. Nyelv. Mit tudunk a világról? Mondjuk azt tudjuk a világról, hogy lejenek ezek anyagi dolgok, ezek meg lejenek energiák. Jó? Azt tudjuk erről a világról, hogy anyagból áll, energiából áll, de a mai tudomány már azt is tudja, vagyis kapizsgálja, hogy az anyag az egyszerűen lelassult energia. Tehát ezek mondjuk ilyen haladó hullámok, ugye ezek így rohangálnak, energiacsomagok, ezek pedig egyszerűen álló hullámok. Tehát ezek be vannak szorítva keretek közé, és az anyag azért marad hosszú ideig azonos önmagával, mert olyan folyamat, ami helyben folyik. Tehát ezeket a rezgéseket hívjuk ma, az álló rezgéseket hívjuk ma anyagnak. Na most tulajdonképpen, ha nyelvvel akarom ezt kifejezni, akkor azt kell mondjam, hogy ezek a hullámok, amik bármeddig az idők végezték, rohangásznak, meg gerjeszthetők, meg csináltuk, ezeket, és mozognak, változnak, ezeket folyamatoknak hívom. És ezek lesznek a magánhangzók. Ez, ami pedig egy állapotban beragad, állapotba beragad, és csak rövid ideig, ezekhez képest ezt elnevezem más hangzónak. Na most akkor ezek szerint, ha nyelvvel akarom modellezni a világot, olyan nyelvvel kell, amiben 24 más hangzó van, és 14 magánhangzó van. Ugye? Na most egy ilyen nyelv van, az a magyar nyelv, ezt gondolom tudjuk. Tehát ezek szerint a világnak a legjobb természettudományos modellje az a magyar nyelv. Na most ez az oka, hogy miért mindent a magyarok találnak ki, de ezt gyönyörűen leírja Teller, Neumann. Tehát a nagy tudósaink ezt mind leírják, hogy tulajdonképpen azért érték el amit, mert egyszerűen magyar nyelven gondolkodtak. Most ez az, amiről leszoktatnak minket, részben ezekkel a idegenből vett nyelvi fordulatokkal, hogy az ember csak vakargatja a fejét, ezt mikor fejezi már be ezt a mondatot. Mert elkezdte valamikor még a 800-as években, meg hát a másik, ez a média, ez dara, és semmit nem mond. És az ember egy negyed óra múlva rá, hogy úristen, milyen információt közölt ez velem eddig? Mert elvileg a nyelvnek az egyik feladata az információ hordozás, tehát ezekben nincs információ.
Na most nem is ezt akartam mondani, hanem azt, hogy tehát a más hangzó 24, a magánhangzó az 14 darab van a magyar nyelvben, tehát ő lesz a legalkalmasabb modellje a világnak. Ez miért fontos? Nem azért, hogy magyarkodjunk vele, bár ez a magyarkodás is megérne egy misét, mert Pap Gábor szokta mondani, ugye, hogy csekedni, a cseheket nem bántják, hogy ne csekedjenek, de ez egy dolog miatt fontos. Most ez a világ, ez nagyon beteg. És ha mi szeretnénk diagnosztizálni, azaz szeretnénk megmondani, hogy mi a baja, és utána szeretnénk gyógyítani, ez csak egy nagyon-nagyon pontos modellel lehet, ami tényleg visszaadja a legkisebb rezdülését a világnak. Na most, mi az érdekes még ebben? Akkor most egy kicsit térjünk vissza a fizikára. Az, hogy a nyelvben nem csak ez van benne, tehát nem csak ez, hogy anyag meg energia, hanem még ennek a finom dolga is. Tehát van a magyarban, nem, a magyarban az nem csak a nyelvről szól, hanem a gondolkodásról, egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez az is-is törvény. Tehát nyugati világ az mindenről eldönt valamit. Ránézés azt mondja, hogy derdidasz. Ugye? Kapásból. Fogalma nincs, hogy ez az asztal az miért ilyen, az a ablak az miért más nemű, de eldönti, mert előre eldönt, ilyen fakkokba rak be mindent. Miért? Azért, mert neki pontosan az a feladata, hogy fakkokba rakjon be. Tehát ő már csak rendez. Tehát itt van középen egy teremtő forrás, és a széleken ezeket rendezgetik. Osztályozzák, módosítgatják, töszörögnek vele. De az a lényeg, hogy a magyar nyelvben és a magyar mentalitásban benne van ez az is-is élettörvény, amiről a Hintala László fog majd beszélni. Ez egy nagyon-nagyon fontos élettörvény. Ez mindennek az alfája és omegája. Tehát az azt jelenti, hogy például amikor a nyugati gondolkodás szembesült először azzal, hogy az anyag az úgy működik, hogy van hullám természete is, és részecske természete is, akkor földobta a négy lábát az égnek, és tulajdonképpen azóta is tart ez a folyamat. Nem tudják ezt igazából varakni. Ez ugye, mint a székely viccben, hogy talál a két székely egy teknőcöt, hogy hát ez micsoda, ez vagy valami, vagy mém valahová. Tehát ezt nem írják összerakni, hogy valami is, és megy is valahová. Ez nekik elég bonyolult, egyébként pont a nyelvük miatt ilyen bonyolult, de ebben most nem szeretnék belemenni. De például, hogy van benne a mással hangzóinkban, ugye azok az anyagok, hogy van benne ez a hullám természet és részecske természet? Tanuljuk nyelvtanból, csak hát nem úgy, ahogy kéne. Mert ez a nyelvtan, amivel már tanuljuk a magyar nyelvet, ez nem magyar nyelvtan. Ez egy német nyelvtan, azt gondolom tudjuk, és ráerőszakolták nagy nehezen a magyar nyelvre. Hát ez az úgynevezett zöngés-zöngétlen. Zöngés-zöngétlen, a zöngés az a hullám természetű, a zöngétlen az a részecske természetű, és gyönyörűen működik. De most mondok egy még nagyobb bravúriát a magyar nyelvnek, benne van a Doppler-effektus például. Tehát a Doppler-effektus az, hogyha valamit közelít a forráshoz, az magassá válik a hangja vagy a rezgése, ha távolít, az mélyül, ugye? Jön egy autó, ez a Doppler-effektus. Na most mi ebbe a poén? Ide, oda. Erre, arra. És akkor hadd mutassak egy példát, hogy mennyire jól használható ez a modell. A magyar nyelvben a teremtő erőnek ez a három más hangzó felel meg. Na most ez a fix, ugye, hiszen az anyagi dolgok a fixek, és a többi az csak módosítja. Tehát a magánhangzó a fix, a más hangzó az módosítja a jelentését. Tulajdonképpen az lelkesíti át. Na, lelkesítsük át, hangzósítsuk fel. Na, ez a nem mindegy. És akkor nézzünk meg egy kis hittan, ugye, magyar nyelvből. Na most, ha közelítünk a teremtés forrásához, az lesz az Isten. Ha távolodunk tőle, az lesz a sátán. Ennyi. Most ezt csak azért mondom, azért mutatom, mert ezen nem tudom hány ezer éve vekenkednek a mindenféle ilyen, hogy hívják őket, teológusok. Mindenesetre ennyi a kérdés megoldása. Tehát egyszerűen a magyar nyelvet kéne figyelnünk, és ahelyett, hogy könyvtárakat bújjunk, és másnak a rendszerezett, és egyáltalán nem biztos, hogy jó rendszerezett tudását vennénk magunkhoz, ehhez egy kicsit befele kéne fordulni,
és a saját tudásunkat előhozni. Mert Jézusnak van egy nagyon jó mondata, hogy nem az a baj, amit nem tudsz, hanem az a baj, amit rosszul tudsz. Na most ez nagyon, ez a mai világra ez tipikusan így. Na, tehát ez csak azért hoztam ezt a pár példát, hogy egyszerűen a magyar nyelvnek ilyen működési szabályai vannak, és ilyen elképesztő tudás áll a legkisebb porcikája mögött is. Na most akkor lehetne itt még az emberi értékekről beszélni, sőt azért fogok is, de valóban az egyik legfontosabb emberi érték itt a Kárpát-medencében a nyelv. De nem csak a mi nyelvünk, mert például ahhoz képest, hogy mit tudom, egy angol nyelv mennyire el van gárgyulva, ahhoz képest mondjuk egy szláv nyelv sokkal rugalmasabb, sokkal jobban működő. Hát az angol az miért lett világnyelv, mit gondolnak? Ismerik a matematikába ezt a... tehát van ez, hogy mit tudom én, közös metszete valaminek, ugye? Tehát ami mindenben megvan, és mindenből a legminimálisabb. Hát az angol nyelv az a létező legprimitívebb nyelv. Ennél nem nagyon lehetne már primitívebbet csinálni. Tehát ha valaki fél év alatt nem tud megtanulni angolul, annak valami szervi baja van. Na most a magyar nyelvhez azért kéne legalább egy 5 év, hogy olyan elfogadható szinten tudjon az ember magyarul beszélni. Szervezők. Szivacs kérdés. Rögtön a föld kérdés után. Megoldható a dolog? Szivacs, vagy spongya, vagy papírzsebkendő, vagy... Na most, hogy elmentek a szervezők, lehet már a hátuk mögött mondani dolgokat. Jó. Addig szeretném elmondani, hogy van egy nagyon fontos emberi viselkedés modell, ami a szkíta kor óta jellemzi, vagy jellemezni ezt a népet, ez pedig ez a bizonyos egymásnak háttal íjazó magatartás, ugye? Tehát két szkíta harcos itt térdel, hátukat egymásnak vetve védik egymást. Na most ez nagyon sokáig működött a magyarságban, és nagyon sokáig bizonyíthatóan működött a magyarságban, vagy gondoljunk ennek a népművészeti ábrának egy picit az átfogalmazása. Pap Gábor nagyon sokszor vetíti, hogy állnak a betyárak, az a neve, hogy verekedő betyárok ennek a népművészeti ábrázolásnak, úgyhogy a betyárok természetesen nem verekszenek, hanem leteszik a puskájukat így a lábukhoz, jelezve, hogy megölhetnélek, de nem teszem, és a fokosaikkal egymásnak tisztelegnek. Ugye? És a kettő között kialakul a templom. Kettő közé, tehát két ember közé befér az Isten. Na most ez a viselkedésmód, ez nagyon sokáig jellemző volt a magyarságra. Tehát a kaláka rendszertől kezdve visszafelé, az, hogy elménk az őrségbe, mai napig nincsenek kerítések. Tehát valaha tényleg úgy működött ez a világ. Köszönöm. Telesírom. Tehát ez a bizonyos többlet, ez tulajdonképpen egy erkölcsi többlet, egy viselkedésbeli többlet, ami azért mindenkiben benne van a mai napig, de nagyon elfolytva. Tehát mindenki a mai napig, tehát nekünk nem kéne megmagyarázni, hogy mi a helyes viselkedési mód. És mégse azt csináljuk. Mégse azt csináljuk, de azért annyira jellemző erre az országra, hogy itt mindent csináltak, mindent megemeltek, elprivatizáltak, stb. Mikor lázadt fel az egész ország? Amikor kiderült, hogy szembe hazudtak minket. Az, hogy közben szétlopták mindenünket, az úgy, hát jó, biztos volt egy-két ember, akit izgatott, de úgy azért szódával elment. De amikor kiderült, hogy egy országot szembe hazudik az első embere, akkor egyszerűen fölkelt az ország. Szóval ez megint mit jelent? Az, hogy még mindig az erkölcsre vagyunk háklisak. Még mindig az erkölcsre vagyunk háklisak. És ez hál' Isten, tehát amíg ez megmarad, addig, mert... Tulajdonképpen az első lépés az az, hogy az ember tudja, hogy hol van az út. Lehet, hogy még nincs mersz elindulni, lehet, hogy még tötyörög, lehet, hogy még lusta hozzá. De ha már tudja, hogy hol van az út, akkor már hívni fogja az út. És ez annyiszor bebizonyosodott, gondoljunk a román forradalomra.
Én kim voltam december 24-én, már itt öcsi, hol van öcsi, közben Ersli szólt, pont egy barátomnál, egy erdélyi barátomnál, amikor kitört a forradalom, akkor kimentünk az elsők között, és elképesztő mi volt ott, és jöttek a hírek, hogy ezt megölték már, az mit tudom én, tehát nagyon durva hírek voltak, és özönlöttek át az emberek a határon a semmibe, tehát nem tudták, hogy mi fog történni, és a határon megtankolta a határőrség ingyen az összes kocsit, meg ilyen dolgok voltak. És ezt azért mondom el, mert ott nem válogattak az emberek a segélycsomagokkal, tehát nem az volt, hogy akkor most csak magyaroknak viszem. Magyarnak, románnak vegyesen vitték, és nem tudom, hogy például ezt a franciák megcsinálnák-e a németekkel, egyáltalán nem vagyok róla meggyőződő, hogy fordítva. Szóval az emberi tartalékoknál, a Kárpát-medence emberi értékeinél körülbelül erre gondoltam, és még valamire a szokásrendszer. Szokásrendszer. Tehát ez egy olyan... Tehát egy része ezeknek a szokásoknak, ezeknek valahol valamilyen szinten ma is él, és nem is érzékeljük, hogy ez most egy szokás. Lehet, hogy ez csak egy szólásmondás. Lehet, hogy egy elejtett félmondat, amiről nem is tudjuk, hogy mit jelent. Tudja-e valaki azt, hogy mit jelent az, hogy petrezselymet árul valaki? Na, mit jelent? Nem, az, hogy a bálba ugye nem kérik föl táncolni, de mondjuk miért nem szőlőt árul, vagy miért nem dinnyét árul? Miért pont petrezselymet? Na most a petrezselyem az egy nagyon erős fogamzásgátló. Úgyhogy amikor a lány petrezselymet árult, akkor az STM már tönkre ment neki, és azért árulta. Szóval ezek olyan dolgok, egyébként ezt vegyük nagyon komolyan, mert például terhes nőknek, áldott állapotban levő nőknek nem szabadna petrezselymes kosztokat adni, mert nagyon erős magzatelhajtó hatása van. De annyi ilyen tudás van, ami egy pillanat alatt vissza lehetne szedegetni, de ha már itt tartunk, csak hogy milyen egyszerű a világ. Ugye nagyon sokáig nem értettem, hogy ugye, mit tudom én, régen a nők szültek 10-12-15 gyereket. Ennek egy olyan jó 4/5-e meg is maradt, éppen egészségesen, gyönyörűen felnevelkedett, és maradt utánuk egy csodálatos asszonyka. Mert szép volt, sudár volt, karcsú volt, nem hízott el, nem lógosodott meg a melle, és ezt nagyon sokáig nem értettem, hogy miért. És ezt most a legutolsó ilyen gyűjtésen jöttünk rá, egy Erdélybe gyűjtöttünk egy gyógyító hagyományokat, ott mindenki elmondta, hogy 6 hétig nem volt szabad gyakorlatilag fölkelni az ágyból szülés után. De olyannyira nem volt szabad, hogy még vizet se hozhatott be a nő magának, hanem szépen ugrott érte a valakije, és hozta is. És neki egyetlen egy dolga volt, megmosakodhatott. Ennyit tehetett egy nő. 6 hétig. Egy olyan kultúrába, ahol azért egy munkaerőnek a kiesése az egy elég komoly probléma volt. És 6 hétig nem. Jött a komasszonya, jött az anyósa, jött a akárkie, és rendezte. Most ugye 3 nap alatt kirúgják a kórházból, utána mehet haza főzni, mehet vissza melózni, stb. És emiatt mennek ennyire szét a nők. 6 hét kell, amíg egy nőnek a belseje visszarendeződik a szülés után. Ezek megint olyan kis tudások, amihez nem kell egyetem. Meg nem kellenek anatómiai atlaszok, egyszerűen így csinálták, és így kéne csinálni. Tehát ezt csak azért mondom, hogy van egy olyan emberi értékkészlet, amivel nem számolunk, ez a hagyatéknak az a része, amilyen szólásokba, mozdulatokba, kis dolgokba, nagymama elbeszélésébe szerepel. Na most ezeket is meg kéne őrizni, mert ezek nagyon fontosak. Mert lehet, hogy ezek baromi okosak, meg CT-vel mindent megtudnak, már minden kis töszt, meg kütyümütyüt az emberbe külön be tudnak mutatni, de ha ehhez hülyék, hogy 6 hétig ne nyúljanak hozzá egy nőhöz a szülés után, akkor mit ér az a tudomány? És emiatt néznek ki így az asszonykák szülés után, hogy kinéznek. Na, de nem erről akartam beszélni, hanem térjünk át a természeti értékekre, jó? Mert nagyon el fog menni az idő, mert még van egy természet feletti is, és az lesz a hosszabb, sajnos ilyen az élet. Természeti értékekről mi a legnagyobb értéke a Kárpát-medencének? Józan parasztész. Ez itt Európa térképe. Ez itt a Kárpát-medence. Mi a legnagyobb értéke? Középen van, így van. Na, ez zavar nagyon sok embert a világban. Középen van.
Na most annyit kell tudni, hogy minden egyes élő rendszernek középen a legfontosabb szerve van. A létező legfontosabb szerve, ami azt az egészet irányítja. Na most ez egy marha érdekes dolog, ugye általában ezek a magok. Tehát ugye egy településnek a magja, egy bármilyen működő rendszernek egy magja. Na most az a helyzet, hogy Európának is van egy magja, ez tulajdonképpen a Kárpát-medence. Tehát a legfontosabb értéke valóban az, hogy középen van. Ami középen van, mindig az irányít egy rendszerbe. Ezt csak azért mondom, mert olyan, tehát ha magyarul gondolkodnánk, akkor egy ilyenre, hogy az Európai Unió központja, azaz középpontja Brüsszel, elkezdeni mindenki vakargatni a fejét, hogy most mi van? Most a farok csóválja a kutyát? Hol van Brüsszel a középponttól? Na most, tehát amit megállapíthatunk, a legelső, elkezdjük írni az értékeket, jó? A legelső értéke a Kárpát-medencének az, hogy középpontban van. Középpont. Na most, ez a középpont azért ennek van egy szakrális jelentése is. Tehát nem csak az jó, persze innen lehet vezérelni, milyen marha jó. Egyébként nagyon sok, tehát hosszú időn keresztül tényleges Európából vezérelték egy Kárpát-medencébe Európát, de ne is erre gondoljunk, hanem arra, hogy a legősibb jelkép, ugye, amit valaha is ember alkotott, az úgynevezett köroszt. Tehát megtalált egy követ, fogta, szépen megkarcolt egy kerek követ, és ez volt neki egy embléma, tehát olyan, mint az európai zászló, ugye? Az is valamit kifejez. Ez is valamit kifejezett. Mit fejezett ez ki? A kereszténységet? 20 000 évvel a kereszténység előtt? Nem. Aminek a kereszténység is csak következménye, az pedig az, hogy mindig legyél középen. Mindig legyél középen. Te, mint ember is legyél középen. Ne szálljál se balra, se jobbra, se ne repkedjél, meg levitálj, meg meditálj, de ne is üljedj bele a mocsokba. Ennyit jelent a kereszt. Na most tulajdonképpen Európa kellős közepén ez a feladata a magyarságnak is. És még egy feladata van, ugyanis itt a körosznak a közepén, ezt Molnár Jóska bácsi gyönyörűen el szoktam mondani, hogy mi van ott. Tehát csinálunk egy ilyen jelet, a kör az ugye a teljesség, és a közepére mindig az Istent várjuk. Tehát az adventi koszorúknál például ezt el szokta Jóska bácsi mondani, ugye? Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen leszállópálya. Na, mi van még érték Európában? Már hallottam egy párat, de akkor próbáljuk meg átvenni. Tehát itt a Kárpát-medencében mi van érték? Védelem, nagyon-nagyon fontos. Most védeni mindig akkor szoktunk valamit, ami fontos, ugye? Tehát mit tudom én, van, amit kinhagyok a prérin, van, amit azért beteszek a szívbe. Tehát a legfontosabb dolgokat általában megvédjük. Tehát ez, hogy ennyire kiemelt, tehát az egész világ, tehát hogyha megnézzük egy műholdas felvételről Európát, vagy akár az egész világot körbepörgetjük egy ilyen földgömbön, akkor azonnal szembe tűnik a Kárpát-medence, hogy valami elképesztően védett helyen van. És akkor ugye ezt persze próbálják eliminálni, hogy ez egy átjáróház, meg egyebek. Na most erre Gábor szokott mondani egy nagyon jó ilyen kis számtan példát, ugye, hogy mennyi idő volt, amíg a Kárpát-medencét bevette a világ legnagyobb hadserege, ugye ez a dicsőséges szovjet vörös hadsereg, ez 9 hónap volt. 9 hónap, április 4-én bevégeztetett, és akkor mennyi idő alatt jutottak el Berlinbe? Egy hónap alatt. Szóval tényleg ez a védelem, ez megint egy olyan dolog, egyébként ha a Kárpátoknak a hágóit megerősítenék, mai napig nem tudnának átvenni rajta. Hát a második világháborúban se tudták áttörni a védelmet, hanem egyszer elárulták őket a románok. Tehát ez gyönyörűen, ma már le van írva gyönyörűen könyvekbe. Mindenesetre az Árpád vonal, ez is annyira jellemző a magyar észjárásra. Hogy működött mondjuk a Mazsinó vonal? Mazsinó vonal, ugye francia-német határon két ősellenség, van egy vonal, az tényleg egy vonal volt, ilyen línia, alul vasúttal össze volt kötve, hatalmas bunkerek, lövegek, GI Joe, minden volt.
hogy működött, és ugye abban a pillanatban, hogy megközelített azt a vonalat, ott aztán ösztűztűz. Most hogy nézett ki a Magyar Árpád vonal? Járt-e valaki a Gyimesbe, vagy a Vereckei Ágon, vagy valami? Nagyon sok bunker maradvány van, hogy működött? Úgy működött, hogy mélységben volt, ugye? Először csak egy-két géppuska fészek. Utána egy-két tucat géppuska fészek, és ez így növekedett. Tehát végig be tudott jönni, 20-30 kilométert is be tudott a Kárpátoknak a gerincétől nyomulni az országba, csak épp elfogyott a hadserege. Elfogyott a hadserege, mert mindenféle tankcsapdák voltak ott, meg mindenféle technikával eleve nagyon nehéz volt átkelni a Kárpátokon, és akkor pluszban még ott a jó népet közbe írtották. Na, tehát tényleg a védelem, de nem csak ilyen védelemre kell gondolni. Vannak itt még fontosabb védelmek. Ugye talán a legfontosabb az, hogy minden folyó befele folyik a Kárpát-medencébe, kivéve egy-két dolgot. Tehát a vízgyűjtőről befele folynak a vizek, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mi tudjuk csak belülről tönkretenni a vizeket. Kivéve egyet a Dunát, az egy nagyon különleges és kitüntetett helyzete van, erről majd még külön beszélünk. Ez miért fontos? Azért fontos, mert ha nem vagyunk túl hülyék, akkor mindig lesz ivóvízünk, mindig lesz tiszta ivóvízünk, és ez csak rajtunk fog múlni, hogy lesz-e vagy sem. Ez egy nagyon fontos kérdés. Na most azért, ha már itt tartunk, akkor elmondanám, hogy a Kárpát-medencének mindig negatív volt a vízmérlege. Ez egy nagyon egyszerű ténynek a okán, így néz ki a Kárpát-medence. És ugye tanultuk, hogy felszálló légmozgásnál van csak csapadék. Tehát ugye felszáll a levegő, itt eléri, egyre hidegebb van fönn, eléri a harmadpontot, és itt le fog esni a eső. Amikor leszáll a levegő, az már csak szárít. Most egy ilyen tál alakú vacakba, akárhonnan jön a szél, az ugye a Kárpátoknak a külső részén fogja lejteni a csapadékot, és befelé csak egész magasról jöhet csapadék, tehát a szűk környezetből nem, és épp ezért minden civilizáció, aki itt élt, az egy feladatot próbált szem előtt tartani, hogy minden vizet bent tartani a Kárpát-medencébe, amit csak lehet. Na most ez az, amit eddig minden civilizáció megcsinált, kivéve a szakembereink. Mert nekik az a legfontosabb, hogy minél gyorsabban túl legyünk az árvízen, ugye? Elengedünk hihetetlen mélységű vizet, ami nagyon kéne ide. Tehát ez elképesztően, erről meg majd Molnár Géza fog ebbe a sorozatba beszélni, hogy ez elképesztően kitalálta a természet ezt a rendszert. Tehát pontosan akkor van zöldár, amikor a növényeknek kell a sok víz, ugye? Amikor kicsatta minden hatalmas lombozatot, tonnaszámra veszik föl a vizet, akkor jön is a víz. Na most ezt gyorsan, ügyesen elvezetik a vízügyeseink, ugye? És kész, két hét múlva már lehet öntözni. Na most az öntözésről megint csak egy magyar észjárásbeli valami, ugye ma mit mondanak? H2O egyenlő H2O, ugye? Szaktudás, tipikus szaktudás. Teljesen mindegy, hogy mivel öntözünk, víz-víz, nem? Nem. Nem, mert minden élő rendszerben kétfajta csővezeték van. Van egy olyan, ami oda viszi a vizet, van egy másik, ami összegyűjti az elhasználtat. Tehát gondoljunk a vérre, ugye? Ezek a verőerek, ezek pedig a viszerek. A verőér az odavisz mindent, ami friss. Információt, mit tudom én, hordalékot, iszapol, stb. Tehát odaviszi az információt, odaviszi a friss vizet. Tehát ez azt jelenti, hogy ma ugye azt hiszük, az esőről az desztvíz. Desztillált víz. De nem. Az esővíz az egy sokkal több. A harmat megint egy sokkal több. Népi gyógyászatban elképesztően sok ilyen harmadgyűjtési akció volt. Tehát annak nagyon nagy gyógyerőt tulajdonítottak. De tehát ez az elsődleges kör a természetben, ez a harmat, ez az esővíz, stb. Tehát ez minél közelebb a forráshoz, ugye? Na most a másodlagos, ami már elszennyezett és menne vissza a viszér, az a patakok, folyók, satöbbiknek a rendszere. Na most honnan öntöz a szakember? Természetesen innen. És ilyenkor, amikor ugye már az ókoriak is, na most ilyenkor illik fölkiáltani, hogy micsoda nagy civilizáció. Csak nézzük meg, hogy Egyiptom után mi maradt, Mezopotámia után mi maradt, Görögország után mi maradt, mindenütt a sivatag marad utánuk. Miért? Azért, mert már nem értenek egy rendszert.
mert nem értik a működését. Na, tehát a Kárpát-medencének, tehát egyszerűen nem értik, hogy élő a rendszer, és azért például a saját nagyanyáink azok még tudták, ugye, nem voltak vízügyi szakemberek, de azt tudták, hogy a dézsából öntöznek, akkor zöld tőle a növény, ha meg nem, akkor meg nem zöld tőle. Tehát mindenesetre a Kárpát-medencének ez egy nagyon komoly, tehát ez is a védelemnek egy része, hogy védve van a szennyeződésektől. Tehát tulajdonképpen, hát egyébként Csernobilban gyönyörűen lehetett látni, hát akkor már az Atomkutató Intézetben dolgoztam, és hát ott egy nagyon komoly program volt erre, hogy Csernobilnak a hatásai meg egyébek. Döbbenetes volt, jött a Csernobil, a szépen elkerülte erre a Kárpát-medencét, elkerülte erre a Kárpát-medencét, és az ember csak vigyorgott ezen, nem tudom, hogy emlékszünk-e rá, nem vették át a mi zöldségeinket. Ugye, dobták vissza, és körülbelül egy olyan 100-szor, de volt egy 1000-szer szennyezettebb volt mondjuk a német-lengyel alföldön szedett zöldség, mint a miénk. Egyszer azért, mert ezt is felfogta a Kárpát-medence. Mert ugye látszólag, hát miért az több 10 kilométerre mennek a szelek, az rendben van, csak éppen fölötte keletkezik egy sapka. És egyszerűen eltolja a szeleket. Tehát jó, védelem. Na, mit hozunk még fel a Kárpát-medence mentségére? Jó, majd azt is, de egyelőre, jó, az is lehetne, de most egyelőre, igen, ez kellett volna a legelején, így van. Tehát a mozaikosság, a sokszínűség. Sokszínű, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy az ember elmegy a világba, és mondjuk elmegyek 2 hétig az Alpokba síelni. Az első 2 nap még baromira élvezem, minden új, stb. Harmadik napon, hát még jó, itt el leszek azért még. És az első hét végén már a francba kívánom a hegyeket, a havat, a fenyőfát, meg a hanzit. Ugye? Ez a tipikus élmény, de akárhova megy az ember, elmegy az ember mondjuk az orosz síkságra, ott is ugye ezt látja, hogy síkság. Na most elmegy az ember, mit tudom én, hova menjen? Skandináv félsziget, ugye? Szikla van, tavacskák vannak, nyírfa van, fenyőfa. Szikla, tavacskák, nyírfa, fenyőfa. Igen, ám, de ez több héten keresztül. Na most a Kárpát-medence az tulajdonképpen minden ilyennek a sűrítménye. Ez hihetetlen. Tehát itt vannak hegyek, sőt, magas hegyek vannak. Itt vannak alföldek, itt vannak dombságok, itt van mindenféle felszínalakzat megtalálható, mindenféle táj megtalálható, mindenféle talaj megtalálható. Ez egy hihetetlen mozaikos valami. Hát most menjünk el, csak itt nézzünk szét a környéken. Hát, ha erre megyünk, alföld lesz belőle, arra megyünk dombság, ha arra megyünk, hegyek lesznek belőle, hamarra mocsarak lesznek belőle. Félelmetes. Ez a mozaikosság, ez pedig általában mire utal? Mire utal, hogy ez tulajdonképpen egy Noé bárkája. Mert abba pakoltak ugye bele minden állatból egyet. Tehát ez azt jelenti, hogy rendkívül mozaikos volt, mert ugye mondjuk az egér, meg az elefánt, meg a tigris, meg a mit tudom, mindenből, tehát így normális esetben nincsenek így összepakolva mondjuk a jeges medvével, meg a mit tudom, mivel elszínes kengurúval. De itt össze lettek pakolva, mert itt a túlélés és az átmentés volt a fő feladat. Az átmentés. És tulajdonképpen ezért van ez a sokszínűség. Tehát az biztos, hogy kell, és már milyen érdekes, még nem beszéltünk egy szót se róla, de már azért ott az isteni terv környékén kaparászunk, pedig még semmit nem csináltunk. Na, mi legyen a következő? Egyébként ez a sokszínűség, bocsánat, még valamit, ez például minden kőzet megtalálható itt, ami a világon. Ezt nem tudom, tudjuk-e, most találtak egy teljesen új kőzetet Magyarországon, ez volt a hírekben. Ugye el is nevezték, nem tudom már, kiről nevezték el, valamelyik nagy fürkészről, mindegy. Az a lényeg, hogy azért nem minden nap találnak a Földön új kőzeteket. Itt meg van. Mi legyen? Ja, még egyet akartam, ásványkincs. Tehát ásványokból is, hát az biztos tanultuk, hogy mit tudom én, van egy bazinagy terület, és akkor csak szén van. Az DOST, de csak az. Hogy ugye ez vas, rivoly, rog és környéke, mit tudom én, tele van vassal, és még miük van? Hát semmiük. Na most ez tulajdonképpen ez a lényege a Kárpát-medencének, hogy még ezekből is megvan, tehát mindenből megvan, és mindenből emberi léptékű. Tehát hogyha valaki úgy
járt a nagyvilágba egy ilyen, mit tudom, egy ilyen bányát megnéz akárhol az ember, ez valami bazi nagy tákolmány, de hatalmas. De most erről annyit kell tudni, hogy régen, amíg az ember csak annyit használta, amennyi kellett neki, nem kellettek ilyen bányák. Tehát például egy példa. Mai napig lehet a Börzsönybe termésaranyat találni. Tehát egy ilyen kis termés ágacskát, ha az ember sokat kajtat, Börzsönybe előbb-utóbb belefut egy ilyenbe. Na most ezt régen is így csinálták, fogták azt, amit adott a természet, azt összegyűjtötték. Ma mit csinálnak? Fogják, azt egy hegyet átciánoznak. Ugyanezért. Csak micsoda különbség. És minden így volt. Tehát vas, ma ugye hatalmas bányák vannak, ilyen föld alatti labirintusok, stb. Régen meg mondjuk olyan vasércet használt az ember, ami a hidrotermális, tehát melegvizes folyamatok összeordják, és ilyen vas tömzsök lesznek belőle. Ilyen vasbuckák. Ezek ilyen 10-20-50-100 kilósak, és ezeket fogták, kihorták a barlangokból, az be az üllő alá, nem kellett kohósítani. Ezt megcsinálta a természet. Ugye olyan ásványi összetétele volt, ezek döbbenetesek voltak, mert például a damaszkuszi acélfélék, azok is ilyenek voltak. Egyébként oda vagyunk, meg vissza a damaszkuszi acélért. Tudják, hol lehet a legjobb damaszkuszi acélt venni? Debreceni Mihály napi vásárba elmondanám. Halálkom olyan, van egy bicskás, aki, most jelentkezel, vagy, ja, de kár, azt hittem, megmondod a bicskásnak a nevét, Dani, hogy hívják a bicskást? Mindegy, én sem tudom, de egy nagyon jó ember. Az a lényeg, hogy egy ember páros, egy ilyen pár darab bicskát tud csak egy nap megkovácsolni, de az rendes damaszkuszi, tehát hajtogatják ezeket. Kikalapálják, meghajtják, hihetetlen strapabírok, és nem tudnak eltörni, mint ahogy a drótkötelet se tudjuk eltörni. Szóval ez az, amikor kifele ilyen marha nagy mágiák vannak, mint a damaszkuszi acél, ugye, és akkor leírják ilyen előátult doktorok, hogy hát azt nem tudom, hányszor bele kellett rabszolgának a vérébe mártani, mert az állította be a pH-ját, meg ilyen totál blödliket. De ez valami tudományos izében, talán a Nature-be volt, a National Geographic-ban. Tök mindegy, az a lényeg, hogy nagyon komoly ember írta. De az a lényeg, hogy az a baj, hogy nem igaz. Nem igaz. Tehát ezt a mai napig régi debreceni, hát Debrecen az iparos ellátók, iparos és kereskedelmi központja volt ugye a pásztorságnak. Hát a pásztorok, most gondoljuk a hajdúkra, azért fogták, föltették az állatokat, ugye lábra állították, azt vitték Nürnbergig, meg Milánóig, meg a fele tudja meddig. Az a lényeg, hogy ma is két napig zögykölődünk odáig, amíg elérünk. Tehát ezeknek az emberek az ellátására, azért egy nagyon komoly ipar volt ott valaha. Nagyon komoly kézműves ipar. Na de elkalandoztunk. Tehát a sokszínűségben ez is benne van, hogy minden ásványkincs megvan a Kárpát-medencében. És amikor volt ez, hogy de hát nincs olajunk, meg földgázunk, akkor azért én vakargattam a fejemet, hogy lenni kell azért itt. No. Van? Hát persze, hogy van. Persze, hogy van. Csak nem kötnek mindent az orrunkra. Na, következő. Volt ilyen, hogy sokszínű, mi legyen a következő? Önellátó, így van. Tehát az önellátásnál az előbb érintettük, de ez az egyik kulcsa a Kárpát-medencének. Olyannyira a kulcsa, hogyha egy rendszer, egy középpont, egy központ önellátó, akkor várhatóan mindenből önellátó, ugye? Nincs ilyen, hogy mindenből önellátó vagyok kivéve. Na most akkor viszont érdemes lenne elgondolkozni, hogyha növényekből, állatokból, élelemből, vizekből, ásványokból, kőzetekből, talajokból, mindenből önellátók vagyunk, akkor vajon mi a fenének kellett volna nekünk mondjuk lopkodni szavakat? Főleg annak az ismeretébe, hogy körülbelül ötszöröse a szókincsünk a környező országok szókincsének. Tehát ez egyszerűen mazoizmus, ugye? Mert minden tárgyra, amire van mondjuk egy tótnak vagy egy olának egy szava, nekünk öt szavunk van. És akkor tőlük fogunk lopkodni, biztos? És hát tényleg a csúcs az a Jolán napja, Kossuth Rádió Budapest, jó reggelt kívánok, Jolán nap, x-edike van, Jolán napja. Jolán, ősi görög eredetű szavunk, vagy nevünk, jelentése jó lány.
Szóval, na most ezt azért mondom, mert megint egy olyan dolog, amiről nem gondolkodunk. Nem gondolkodunk, hogy hát nincs benne logika, ugye? Hát, ha van egy szóra öt szó, akkor minek lopjak még egy hatodikat? De ugyanez van mindenre egyébként. Most mindenünk valahonnan származik. Igen ám, de a kulcs az tényleg ez, önellátó. Na most, ha ne adj Isten, még a nyelvbe is önellátók voltunk. Nem lehet, hogy vallásba is önellátók voltunk. Na, ezt azért mondom, mert ez egy kulcskérdés. Ez egy kulcskérdés, és itt már majd csúszkálunk át a természet felettibe, hogy bizony, ha mindenből önellátó, akkor egyszerűen nem logikus. Miért pont a vallást vettük volna mondjuk a tótoktól? De egyébként ez annyira jellemző a nyelvészekre, na tudják, honnan származtatják a kereszt szavunkat? A szláv krzdből. Ilyenkor kell mondani egy egészségére, de nem ez a poén, hanem az, hogy látjuk, hogy keletkezett a köroszt. Úgyhogy vannak a jeles napok, ugye? Kerek Isten fája, szép 12 ága, ugye ez a zodiákus, szép 12 vagy a hónapok, ha így tetszik. Szép 12 ágán, 4 piros almája. Itt vannak a nagy piros betűs ünnepeink, ugye? És ezek az évkört 4 részre osszák. Kör, oszt. Egyedül a magyar nyelvben jelent valamit. És ez a baj, hogy ilyeneken nem gondolkodunk el, hogy lehet az, hogy a magyar nyelvben véletlenül jelent valamit, a tótoknál meg ahonnan állítólag vettük, semmit nem jelent. Szóval megint logikai rendszer. Na, tehát így van, ez az önellátás csúcs, de akkor tegyük hozzá, tehát ez tényleg megvan, ezt végigvezettük, megnéztük, de akkor tegyük hozzá, hogy szellemileg is. És akkor ne fogadjuk el feltétlenül azt, hogy jöttek a izék, szerzetesek, hozták ide a tudást, ugye mára, mit tudom én milyenek, akkor jöttek a bencések, az iencések, olyancések, és mindenki hozott valami tudást, meg hozták a keresztet. De ha hozták a keresztet, akkor elkéstek, mert az a baj, hogy az autópálya építések miatt egyszerűen már nem tudnak a régészeink akkora raktárakat építeni, hogy raktári anyagon maradjanak a mellkeresztek, úgyhogy egyre több mellkereszt tűnik föl kiállításokon. És ugye ma már vannak régészek, akik nyíltan kimerik jelenteni, hogy a honfoglás korának a legjellemzőbb sír melléklete az a mellkereszt. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember egy idegen vallási szimbóleumot nem vesz föl. Én sem mászkálok, mindegy, nem mászkálok, más, mondjuk nincs nyakláncom, de ha lenne, azon biztos, hogy nem, mit tudom én, mi lenne. Kis butha, vagy akármi, most nem akarok más mondani, hanem csak az, amiben a legjobban hiszek, hiszen ez a szívemen van. Ugye ezt viselem, ezt hordom a szívemen, azért nem mindegy, mit hord az ember a szívén. És a másik pedig az, hogy ma úgy írjuk, hogy ékszer, tehát mint hogyha ékesíteni akarna minket, de azért úgy ejtjük, hogy ékszer, gével. Ugye? Tehát ezt azért mondom, hogy önellátó, de akkor tegyük hozzá, hogy mindenben szellemileg is, és vallásilag is ellátta magát. Tehát a kereszténységnek itt meg kellett lennie. Na mondjuk még valami okos dolgot. A vizekre majd a legvégén mennék, de akkor most foglalkozzunk az ízekkel, jó? Tehát nekem két nagy élményem volt, amikor először kijutottam így hosszabb időre dolgozni Európába, az egyiket már elmondtam, tehát az eszük az, hogy is mondjam, nem így működik, mint a miénk. Volt még egy, azt inkább nem mondom, az Franciaországban volt, de elmondom azért ezt is, mert ez is jellemző. Csak azért, hogy ne engedjük már magunkat így ennyire semmibe venni, mint ahogy ma van. Jó? Ez a következő volt. Amikor kint dolgoztam, egy kollégiumban laktam. És a kollégium az egy nagyon érdekes építmény volt, minden emeletén egyetlen zuhanyzó volt. Tehát nem úgy, mint nálunk, én Debrecenbe jártam egyetemre, ott volt vagy 12 zuhanyzó így egymás mellett, és akkor nagy üvöltés, pancsolás, dobálózás, tehát mindenki, hát normális, mint ahogy ez várható. És ott kint egyetlen zuhanyzó volt emeletenként, de az is mindig üres volt. Akármikor mehettem fürödni, havaj volt. Ezt azért mondom, mert nem véletlen, hogy a franciák találták fel a parfümöt. De nézzük meg a logikáját.
Most nézzük meg a logikáját, ez nem, hogy is mondjam, nem rosszallóan mondom, hogy valaki nem szeret fürödni, ne fürödjél le. Viszont például a franciák, ugye egy normális kultúrába az ember fürdik. Egy nem normálisba összepasmagol valamit, az belocsolja magát. Egy normális kultúrában az embernek haja van. Egy nem normálisban parókája van, azt alatta betetvesedik, és akkor büszkén mondják, hogy a napkirálynak, ugye már ez is egy röhely, de mindegy, tehát a napkirály udvarában ilyen arany paróka piszkálóval piszkál, olyan gazdagok voltak az emberek, hogy arany paróka piszkálóval piszkálták, amit tudom én micsodát. Szóval ezek egyszerűen nevetséges dolgok. És az a legszebb az egészben, hogy mi meg elolvassuk, igen, olyan gazdagok voltak, hű. Nem azt nézzük, hogy mire használt a baromagyú, hanem azt, hogy hű. Szóval egyébként úgy megvezetnek minket ezekbe a dolgokba, hogy na, jó, önellátónál tartottunk, ízeknél, jó? Ezt föl is írom, mert el fog felejteni, most már kezdek kalandozni, úgyhogy írok. És akkor az ízek után tartunk. Mennyi idő van most? 7:50? Mikor kezdtük? Jó. Akkor most tartunk majd egy kis szünetet, még az ízeket elmondom, jó? Na, tehát az egyik nagy élményem, az mondom, ez a fürdés, meg mentális dolgok körüli bonyodalmak. A másik az, hogy elmentem, és gyönyörűek voltak például a gyümölcsök, ugye? És mindennek ilyen egységes gyümölcs íze volt. Egyszerűen nem volt íze. És akkor először a gyümölcsöknél csalódtam, utána jött a kolbász, stb. Tehát a végén teljesen kiábrándultam a nyugati kultúrából. Akkor még nem tudtam, csak éreztem, hogy valami ezekből hiányzik. Valami hiányzik. Valamiért hiába eszem, azzal csak eltelek, jól nem lakok, stb. És akkor utána, már amikor itt hazajöttem, akkor mondták, hogy hát magyar almalével sűrítik a világ összes alma ivó levét, hogy egyáltalán iható íze legyen, és ezt elmondták szinte minden gyümölcsre. Ugye a szobról veszik az egész környékből a mindenféle ízeiket, azok is sűrítményként kimennek, stb. És akkor mondta, hogy jó, hát itt Istenem, hát itt jó ízűek a dolgok. Hogy akárhova mentem, így mit tudom, emigrációban mindenki mit kért tőlem? Paprikát kért tőlem, túrót kért tőlem, mert az egész világban nem lehet túrót kapni, hát ez röhely. Ez annyira bonyolult farmakológiai csoda, ez a fermentáció sorozat, amin átmegy egy ilyen túró, hát ez valami elképesztem. Na mindegy, az a lényeg, hogy kovászos uborka, tehát amiket vinnem kellett, akkor nem ilyen ízek, high-tech-ek, meg mit tudom mi, hanem mit kértek? Ízeket. Na most azért annyit kell tudni, hogy mi volt az íznek a régi jelentése. A lélek az egy nyelvújításkori szó, hát lehet érezni a hangzásán. Tehát a léleknek a régi neve volt az íz. Na most innentől kezdve azért már elég fájó dolog, hogyha valahol nincsenek meg az ízek, elég fájó, hogy eltűnnek az ízek az életünkből, ugyanis az ízek tengere az maga az ízten, az Isten. Tehát ha ez eltűnik, akkor game over. Jó, tehát itt a Kárpát-medencében megvannak ezek az ízek, és ezek az ízek ezek nem csak úgy, hogy most eszek valamit, hanem mindenben ezek az ízes tájszólások. Az ízes tájak, hogy megy az ember a tájba, én nagyon sokszor megyek úgy, hogy csak úgy elindulok valahova a kocsival, vagy gyalog. És akkor csak mondjuk kocsival az azért jó, mert ott lehet meditálni, és akkor egyszerűen vezet az út. Elmegyek valahova, látok egy mellékutat, befordulok, szóval maga a táj engedem, hogy vezessen, és valami egész hihetetlen, hogy mennyire más íze van egy-egy tájnak. Tehát én most már tényleg körülbelül ott tartok, hogyha ledobnának éjszaka egy helikopterről, ha lehet ejtőernyővel persze, akkor nagyjából meg tudnám mondani, hogy milyen táj, legalább a tájegységet, amin belül vagyok. Mert annyira más az íze, de még a levegőnek is más az íze. Szóval ez az az ízrendszer, ami a Kárpát-medencének egy sajátossága, és ezt a külföldiek is érzik. Mert tulajdonképpen emiatt, hát most nem tudom, éppen hanyadikak vagyunk a turisztikai statisztikában, Dani, te tudsz ilyeneket. Te se tudod, szégyed magad. Az a lényeg, hogy nem tudom, ilyen 8. hely környékén, vagy 7. hely környékén álltunk. Na most, ez most nem volt, vagy igen? Vagy te se tudod?
Már hol vagyunk? Lejjebb. Na mindegy, de azért gondoljunk már bele, most nem tudom tényleg hol állhatunk, de azért gondoljunk bele, hogy nyolcadik hely egy ekkora országnak. Egy ekkora országnak a százvalány ország közül, és nincs tengerpartunk, nincsenek magas hegyeink, stb., viszont vannak ízeink. És tulajdonképpen ezt az ízet keresték az emberek, és ha kevesebben jönnek, akkor viszont baj van, mert az azt jelenti, hogy kezdik elveszteni, vagy kezdjük elveszteni. Na, legyen valami optimista kicsengése a dolognak, ne ezzel hagyjuk abba. Azzal hagyjuk majd abba, és onnan folytassuk, hogy nemesítés, jó? És akkor egy 10 perc szünet.